Elkezdődött a 25. Csabai Kolbász Fesztivál, a legfiatalabbak gyúrtak csütörtökön. Érzelmekkel teli előadás, az Ankonai Szerelmesek a Jókai Színház nagy színpadán. 6-3. Megérkezett az aranycsapat kiállítása Csaba Gyöngyébe. Jó estét kívánok, Önök a Hit.tv híradóját látják. A környezetbarát fatüzelésről tartottak tájékoztatót szerdán a Civil Szervezetek Szövetségénél Békés Csabán. A rendezvényen többek között kiderült, hogy milyen fával érdemes tüzelni, vagy éppen mik a különbségek az egyes kályha típusok között. Hogyan kell a kályhát megrakni? Mi szükséges a tüzelőberendezések környezetbarát működéséhez? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphattak választ azok, akik részt vettek a Ne tégy rossz fát a tűzre elnevezésű rendezvényen. A szerdai eseményen a magyarországi cserépkályhások, kandallóépítők és gyártók országos ipartestületének egyik tagja igyekezett a fatüzeléssel kapcsolatos tévhiteket eloszlatni, továbbá megismertetni a jelenlévőket a különböző kályhatípusokkal. Talán napjainkban még inkább aktuális az, hogy a drágán megvásárolt fűtőanyagokat milyen hasznosulással tudjuk elégetni. Jellemzően mondjuk, amikor bemennek az emberek egy áruházba és vásárolnak egy kész kályhát például, nem igen szokták megnézni azt az adatot, hogy hatásfok. Puskás Lajos okleveles erdőmérnök előadásában az erdészetek szerepéről, a lakosság jó minőségű faanyaggal történő ellátásában, valamint a fák minőség szerinti csoportosításáról beszélt. Különböző faanyagok, fafajok vannak, különböző fa választékok, sőt tűzifa választékok is különbözők vannak, és hát mindenkinek ismerni kell azt, hogy mi mire való, hogyan lehet hatékonyan felhasználni, hogyan kell előkészíteni. Hát én gondolok például arra, hogy száraz fával kell fűteni. A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezető helyettese elmondta, hogy a Life Integrált projekt fő célkitűzése a levegőminőség javítása a megyeszékhelyen, ehhez pedig hozzátartozik az is, hogy a lakosság helyes módon fűtsön a téli időszakban. Közlekedés, illetve a Békéscsabán jellemző mezőgazdasági tevékenység mellett a lakossági szilárd tüzelés az, ami a legtöbb problémát okozza a levegő minőségben. Ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a lakosság figyelmét felhívjuk arra, hogy hogyan is kell helyesen tüzelni, milyen fát kell használni erre. Úgyhogy ennek a mai konferenciának ez a legfőbb célkitűzése. A szakemberek összességében egyetértettek abban, hogy a környezetbarát fatüzeléshez korszerű berendezés, megfelelő minőségű fa és némi hozzáértés szükséges. Ha ezek egyike nincs meg, akkor nem lehet olcsón és jól fával fűteni. A Békés megyében tevékenykedő jogászoknak tartottak szakmai napot a Békés megyei kormányhivatalban csütörtökön. A rendezvényre mintegy 130 főt vártak, akik neves előadóktól hallgathattak naprakész információt, többek között az Európai Unió jövőjéről, valamint személyiségi jogi kérdésekről. A Magyar Jogász Egylet évente rendez szakmai napot a jogásztársadalomnak, ahol a legaktuálisabb témák kerülnek előtérbe. Krizsán Anett, a Magyar Jogász Egylet Békés megyei szervezetének elnöke elmondta, hogy a jogi környezet gyorsan változik, ezért szükséges széles körben megszólítani azokat, akik a jog területén dolgoznak. Meg tudjuk szólítani a jogalkalmazókat, így a jogászokat és a jogalkalmazás egyéb területén dolgozó szakembereket, a területi közigazgatásban, az önkormányzati igazgatásban dolgozókat. Egyrésztről szerepe van abban is, hogy az együvé tartozást erősítse az egylet, hiszen ez egy társasági, egy társadalmi eseménynek is betudható, másrésztről pedig hasznos gyakorlatban hasznosítható előadásokat hallgathassanak. Az előadók között olyan neves személyek is szerepeltek, mint Trócsányi László jogtudós, európai parlamenti képviselő, a Magyar Jogász Egylet elnöke, aki uniós és nemzeti jogokról beszélt. A nemzeti jog az óvatlanul is kapcsolódik a nemzetközi szerződésekhez, valamint az uniónak a jogához. És ebből az a kérdés, hogy milyen viták származnak.
Azt látni kell, hogy egyrészt van az Európa Tanács, az Európa Tanácsnak van egy bírósága, a Strasbourg-i Emberi Jogi Európai Bírósága, amely döntéseket hoz magyar ügyekben. Én arról fogok beszámolni, hogy milyen fontos magyar ügyek vannak a Strasbourg-i Bíróság előtt. A szakmai napon személyiségi jogi kérdések is gorcső alá kerültek. Forrong a személyiségi jog. És a jogászoknak, magánjogászoknak azt kell vizsgálniuk, hogy ezek az egyes személyiségi jogi vonatkozások milyen védelemben tudnak részesülni. Egyáltalán megjelennek újabbnál újabb területek, amelyekre azt mondjuk, hogy személyiségi jognak minősülnek az első ránézésre. De a személyiségi jogvédelemnek az egyes területei el tudnak egymástól válni. A szervezők bíznak abban, hogy a szakmai nap minden résztvevő hasznát szolgálhatja, hiszen betekintést nyerhetnek szakmai kihívásokba, és megismerhetik a társhivatás rendek munkáját is. A hagyományokhoz hűen az ifjúsági gyúró versennyel kezdődött el a Csabai Kolbász Fesztivál. Az esemény nyitónapján több mint 100 csapatnyi óvodás, kisiskolás vágta, darálta és fűszerezte a kolbászt. Csütörtökön délelőtt a közös visszaszámlálást és a kolbászindulót követően kezdtek hozzá az induló csapatok a kolbászkészítéshez. A Kölcsey utcai óvoda fiataljai először indultak a megmérettetésen, és azt is elárulták, milyen összetevőkből dolgoznak. Só, bors, paprika, fokhagyma. A belvárosi általános iskola fiataljai második alkalommal érkeztek a megmérettetésre úgy, hogy tavaly az általuk készített kolbásszal első helyezést értek el. Amit ledaráltunk, azt összegyúrjuk, és aztán rakunk bele hát ilyen só, fűszer, ilyesmiket, megint összegyúrjuk, aztán ilyen gombócokat csinálunk belőle, belerakjuk a... Hát úgymond ilyen daláról, és akkor azt tekerni kell, és jön ki belőle a kolbászt, és töltjük. Az induló csapatok nem csupán a kolbász készítésére helyezték a hangsúlyt, hanem feldíszített asztallal és ötletes jelmezekkel is készültek. Volt, aki malacorrot húzott, de volt olyan is, aki hagyományos népi öltözetben érkezett. Nálunk ugye falun nagyon hagyomány a régi viselet, és mi ezt kövessük. Őrizzük a hagyományokat. Az első ifjúsági kolbászgyúrás 15 évvel ezelőtt rendezték meg, akkor 20 csapat indult, mára pedig több mint 100 csapat nevezett be a megmérettetésre. A zsűri elnöke arról beszélt, hogy a pontozásnál az ízvilág mellett az ötletességet, a ruházatot és a kolbász elkészítésének folyamatát is figyelembe veszik. Természetesen nézik a fűszerezést, hogyan gyúrják össze a kolbászt, hogyan darálják, vagy akár például hogyan vágják össze, mert régen nem mindig darálták tehát a kolbászt. Majd utána ez bélbe van töltve, akkor ugye nagyon fontos az, hogy megnézik, hogy az hogyan is néz ki, mennyire levegős, mennyire a kolbászra jellemzően van, tehát a sütnivaló kolbászra van a töltés, majd ezután egy sütési időszakot él a kolbász, és utána az ízek a fő dominánsek. Kicsit ez puha lett, nézd csak, ilyenkor visszahúzzuk. Jó. Nagyon ügyes vagy. A 25. Csabai Kolbász Fesztivál, mint minden évben, a csabai kolbász hagyományainak megőrzésére, népszerűsítésére épül, és arra, hogy a tudást átadják a fiataloknak. Az egyik legfontosabb küldetésünk, akár itt a Csabai Kolbász Fesztiválon, akár a Kolbász Klubban, hogy megtanítsuk az itt élő gyerekeket arra, hogy hogyan kell disznót vágni, hogyan kell kolbász készíteni, hiszen ez az identitásuk része. Itt igazából minden csabai, a visszatekintünk, meg Békés megyei az értette, tudta ezt a hagyományt. A jubileumi programsorozat pénteken az ifjúsági gyúrás második korcsoportjával folytatódik, amikor a középiskolások és az egyetemisták lesznek a középpontban. Pénteken mutatják be az Ankónai Szerelmesek című zenés komédiát a Jókai Színházban. A darabot Halasi Imre, Jászai Mori díjas érdemes művész állítja színpadra. A történet a 70-es években játszódik. Don Tomáó egy olasz kisvárosban él. A szerelemre vágyó férfi egyedül neveli az eladó sorba került, enyhén beszédhibás gyermekét, házában egy könnyűvérű szobalány dolgozik,
Szomszédjában pedig egy magányos panziós nő lakik. Vígjátéki figura, maga a téma is. Vannak kollégák, akik azt mondják, hogy neked jobban áll, hogyha hülyéskedsz, mint hogy világmegváltó gondolatokkal küszködsz a színpadon. Nem tudom, most valami egész más szín az, amire szükség van. Tulajdonképpen a saját koromat játszom. Halasi Imre felidézte, a darab 2 évtizede született. Valló Péternek, a Radnóti Színház főrendezőjének ötlete volt az, hogy olasz vígjáték mintára szülessen egy magyar szerzőtől származó történet, amelyben az akkori olasz slágerek szólalnak meg. Ez egy álom, nem más, olyan szép volt, de most ne váltsuk egymást, olyan jó volt, mint egy finom kis fagyla. A rendező kiemelte, szeret a Békés Csabai Jókai Színház társulatával dolgozni. Valahogy úgy hozta az élet, hogy ez az elmúlt években a harmadik itteni munkám, és mindig a nosztalgia jegyében zajlott, mert az egyik az első a Tanulmány a nőkről volt, ami a magyar slágerek korabeli és régi feldolgozását tűzte ki céljául, a tavalyi bemutató az pedig a Made in Hungária volt, ahol egy ismert és népszerű rockszerzőnek a dalaiból készült az előadás, most pedig az olasz slágerek kerültek sorra. Az Ankónai Szerelmesek című előadást pénteken mutatják be a Békés Csabai Jókai Színház nagy színpadán. Most is jó, ha itt van ő, mint annyi más, sok más, de ez nem jön el, hogy te, unáló semmi rá. Szerdán délután megnyílt az Arany Csapat kiállítás Arany Pillanatok Békés Csabán című tárlat a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Az összeállítás elsősorban Puskás Ferenc pályafutását mutatja be, de az érdeklődők a legendás válogatott többi tagját is megismerhetik. Puskás Dániel, a Békés Csabai Jókai Színház színművésze a Puskás című musicalből adott elő egy részletet a kiállítás megnyitóján. Békés Csaba polgármestere köszöntő beszédében méltatta az egykori aranycsapat tagjait és a sporttörténelmi eredményeiket. Azt nem várhatjuk el, és nem gondolhatjuk, hogy minden magyarnak tudnia kell azt a névsort, hogy Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai, Kocsis, Hidegkúti, Puskás és Cibor, ezt a névsort nem kell mindenkinek tudni, de azt gondolom, hogy legyünk a Földnek bármelyik pontján, ahol magyarok élnek, azt, hogy az arany csapat mit jelentett és mit jelent ma, azt gondolom minden magyar tudja. Balogh Balázs, a Puskás Intézet igazgatója 2020 óta szerette volna elhozni Békés Csabára a kiállítás anyagát. Mi az ország bármelyik szegletébe, sőt a világ bármelyik szegletébe szívesen elmegyünk azért, hogy ezeket a relikviákat be tudjuk mutatni. Nyilván az egész kiállítás elsősorban Puskás Ferenc pályafutására, életére, család életére irányul, de az összes többi aranycsapat játékostól is rendelkezünk kiváló erekiekkel, többek között vannak világbajnoki ezüstérmeink, olimpiai aranyérmek, hogy csak a legjobbakat, a legértékesebbeket említsem. A megnyitón az aranycsapatról készült videófelvételeket is megtekinthették az érdeklődők. A kiállítás november 10-ig látogatható. A Békés Csaba 1912 előre 3 góllal nyert az NB3-as FC Nagykanizsa otthonában, és bejutott a legjobb 16 közé a labdarúgó MOL Magyar Kupában. A fehérmezes csabaiak a 22. percben szerezték meg a vezetést. Egy hazai szöglet utáni ellentámadás végén I. és Tamás hozta kihagyhatatlan helyzetbe Yasin Hamedet, aki könnyedén a kapuba passzolta a labdát. A hazai együttes a 65. percben egyenlített. Lőrinc Bencét Krnács Richard buktatta a 16-oson belül, a megítélt büntetőt pedig a sértett magabiztosan értékesítette. A másodosztályú Békés Csaba fölényes győzelmet aratott. 10 perccel később a hazai kapus rántotta vissza a zicserben kilépő Miklót, a játékvezető kiállította a hajagost, a 11-es pedig Kitl Miklós váltotta gólra. A 87. percben Cékus átadása után Váradi Ádám kapásból lőtt a kapuba. A hosszabbítás pillanataiban Cékus Ádám látványos góllal állította be a 4-1-es végeredményt. A Magyar Kupa 4. fordulójában 3 NB1-es együttes, a címvédő Ferencváros, a Kecskemét és a Fehérvár búcsúzott a további küzdelmektől.
Alsóházi rangadóval folytatja a női kézilabda NB1-et a Békés Csabai Előre NKS-e, amely 4 fordulót követően pont nélkül a tabella utolsó helyét foglalja el. Papp Bálint együttese pénteken a szintén nyeretlen utolsó előtti MTK Budapest együttesét fogadja hazai pályán. A csabai kézilabdázók legutóbb október 15-én a szintén frissen NB1B-ből feljutó NEKA otthonában szerepeltek. Papp Bálint együttese 26-21-es vereséget szenvedett, így 4 mérkőzést követően pont nélkül az első osztály utolsó helyén áll. Ezt a 4 meccset ezt abszolút a hátunk mögött kell hagyni, és tanulni a hibáinkból. Az elmúlt mérkőzésen minden olyan dolgot támadásba és védekezésbe elkövettünk, amit nem kellett volna. Ezen próbálunk változtatni, ezt a hétfői nap megbeszéltük a jó és a rossz dolgokat. Azt gondolom, volt 30 perc, amiből lehet meríteni, és 30 perc, amit el kell felejteni. A Békés Csabai Előre NKS-e pénteken a szintén pont nélkül álló MTK Budapest csapatát fogadja. A fővárosi alakulat a héten jelentette be, hogy szerződést bontott a korábban csabai kispadon is megforduló Vida Gergő vezetőedzővel. Nem lesz egyszerű mérkőzés, több válogatott közeli játékos található az MTK-ba. Én úgy gondolom, hogy egy jó csapatról van szó, de itthon mindenképpen nekünk az elsődleges célunk az, hogy győzzünk, és az, hogy egy olyan képet adjunk magunkról, hogy igenis van keresnivalónk, és képesek vagyunk arra, hogy az NB1-be is pontot szerezzünk. A Békés Csabai Előre NKS-e MTK Budapest bajnoki mérkőzés pénteken 18 órától kezdődik a Városi Sportcsarnokban. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!